Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban a szokásos 3 havonta esedékes terepasztal update-et fogom megejteni nektek, és elmondom azt, hogy milyen változások, milyen kis fejlesztések történtek a terepasztalomon az elmúlt videó óta, ami ugye idén télen volt utoljára. Hát először is, ami talán a legfontosabb az, hogy nagyon nagy komoly munkák már ugye nem folynak a terepasztalon, nagyjából ugye az alapok azok már kész vannak, inkább csak ilyen kis apróbb finom hangolások történtek itt az elmúlt hónapokban. Jellemzően olyan dolgok, amik így menet közben jöttek elő, illetve ilyen kis terepet érintő apróságok, hogy fák telepítése, kis bokrok cserjék hozzáadása különböző helyekre, illetve ami még fontos, hogy itt látszik talán ezeken a részeken, hogy oda került más színű fű is. Próbáltam egy kicsit ezt az ilyen félig elszáradt, ilyen kis gizes-gazos füvet ide telepíteni, hogy egy kicsit kevésbé legyen homogén az egész. Itt a nyílt vonal mellett is látszik, hogy ide is egy kicsit került ebből a kevésbé zöld fűből. Úgyhogy ilyenek történtek. Vettem különböző ilyen kis apró kiegészítőket, itt látszik ezen a kis csendéleten, itt ahol ez a kis piros onktó áll, hogy ide került egy ilyen tipikus kis ivókút, illetve egy ilyen, hát ez szerintem ilyen gáz elosztó kis ládácska telepítésre. Az állomás további részein, ami fontos volt még, hogy itt a gigant mellett látható jelző, ez áthelyezésre került, ez itt a másik modulon volt korábban elhelyezve, de méregettem és sikerült megoldani, hogy ugyan itt keresztben van egy merevítő, de így átfúrtam az egészet, és sikerült erre a modulra áthelyeztem ezt a jelzőt. Ami magával vonta azt is, hogy a biztonsági határjelzőt is hátrébb tudtam tenni, ezt is újra bemértem, hogy meddig jöhetnek el a vonatok, és így már helyesen van, tehát mindkét jelző a határjelző előtt van. Ez a jelző is bekötésre került, föl lett programozva a train controllerbe, illetve hát ott ugye látszik alatta, hogy még friss a kis szóróanyag, majd az is egy picit meg lesz antikolva, illetve itt látszik a korábbi helye. Az állomáson is kis apróságok történtek, ilyen kis térhangosító oszlop került föl helyezésre, abszolút eldőlt pár ember, illetve ilyen kis aprócska kuka, ott is egy ilyen gázelosztó doboz, parkolóba föl lettek festve a különböző kis fehér csíkok, ahova az autók állhatnak, illetve hát jellemzően ilyen kis apróságok történtek itt. Ugye itt van kialakítva ez a kis rakodó rész is. Elkezdtem ezt a kis ponyvás autót is picit megantikolni a tetején, ennek majd még folytatása következik. Illetve hát ami még hátra van, az ugye az állomásnak a kicsit élethűbbé tétele. Ott is tervezek azért némi átmosást, némi fakítást, a tetőre egy kis turbózást, hogy ne legyen ilyen nagyon műanyag, ilyen nagyon egyszerű hatású az egész. Az állomás további részein még olyan dolgok történtek, hogy itt a szélén látszik, hogy oda telepítésre került egy ilyen kis zajvédő fal. Ez ilyen kis műanyag elemekből kellett összerakni. Igazából az volt vele a célom, hogy ha innen oldalról nézzük, akkor legyen egy kis térelválasztás itt a háttérposzter és a, ugye maga az állomás között, hogy ne rögtön mind itt, hogy így lelóg az egész, hanem itt akkor ez egy picit elválasztja így a teret, talán egy kicsit szebb összhatást lehet vele elérni, mind úgy csak simán. Ide a bejárati jelző elé telepítésre került egy ismétlő jelző is, ugyanis, hogyha itt megnézzük, ugye ívben van a pálya, és hát, hogy így az igazi vasutat egy kicsit mintázzuk le, ugye ilyen helyekre szoktak tenni ismétlő jelzőt, amikor így nagyon ívben van a
bejárati jelző, és innen az egyenes részről ugye azt nem lehet látni. Ide tettem egy ilyen kis ismétlő jelzőt, ő is egy dekóderre van kötve, egy sima kétállású ilyen kis eszközdekóderre, és a főjelzővel együtt kapcsolom rá a jelzésképet, tehát amikor az szabadra vált, akkor ő is a megfelelő jelzésképet mutatja. Ugye, hogyha a bejárati jelzőn megálljelzés van, akkor ugye ez az alsó két fény világít, ha pedig bármelyik szabad jelzés, akkor pedig a felső kettő világít rajta. Ami itt nem látszik, az a terepasztal ezen része alatt történt változtatás, mégpedig annyi, hogy kialakításra került egy ilyen kis szerelőnyílás, ugyanis az eddigi tapasztalataim azt mutatták, hogy a siklások 99,9%-a az vagy ezen az oldalon a váltókörzetben történik, nem itt fönt, hanem lent a rejtett tárolón, vagy pedig a másik oldalon. A másik oldalon egyébként van egy ilyen kis benyúló nyílás, a televe úgy csináltam meg, ezen az oldalon itt elmaradt, itt nem csináltam meg. Oldalt szerettem volna nyílást csinálni, csak aztán rájöttem, hogy itt egyszerűen túlságosan mélyen van a váltókörzet ahhoz, hogy innen hozzáférjek, ezért inkább alulról készítettem egyet, gyakorlatilag ott az alaplemezbe vágtam egy lyukat, és kényelmesen akkor be lehet oda nyúlni, hogyha valami elakad, ha valami szétakad, kisiklik, stb. Ennek az a lényege, hogy lassan eljutok oda ezzel, hogy felrakom a felső vezetéket ide a felső részre, és eddig ugye az volt a metódus, hogyha bármi elakadt ott lent, akkor szépen fogtam, lecsavaroztam itt ezeket a kis csavarokat, leemeltem a felső részt, és kiműtöttem onnan azt, ami ott balesetezett. Na most, hogyha fönn lesz a felső vezeték, akkor ezt nem szeretném megtenni, ugyanis, hogyha itt is látjuk, itt legalább 5 darab felső vezeték lánc lesz így egymás mellett. Na most ezeket mind elbontogatni, leszerelgetni, kiszedegetni alóla ugye a szerelvényeket, mert hogyha ezt a felső lemezt ezt leemeljük, akkor ugye mindent le kell róla szedni. Hát az egy nagyon bonyolult dolog, és ezt én nem szeretném akkor már megtenni. Éppen ezért igazándiból, hogyha alulról elérhető a problémás rész, akkor igazándiból nem lesz szükség rá arra, hogy ezt a felső részt ezt leemeljük. Egyébként érdekesség, hogy ugye ez a másik itt ezen a modulon, amit most látunk, ezt nem is tudom, mikor szedtem le utoljára, itt ezen a részen ott lenn a tárolón soha nem volt siklás. Tehát mindig a váltókörzetek ugye a problémásak, meg ugye ott, ahol ugye elindul egyenesből ugye ívben, ráadásul emelkedőnek a pálya. Hát ezt így próbálom megoldani, meglátom, hogy mennyire lesz ez a kis szerelőnyílás hatékony. Hát hogyha most benézünk ide az asztal alá, akkor talán látszik is, hogy igen, ott van egy ilyen lyuk vágva, és akkor ide szépen be lehet nyúlni, és ki lehet szépen szedegetni a szerelvényeket. Ide még került, ott látszik egy keresztmerevítés, hogy nehogy itt megmontsa a stabilitását az asztallapnak, illetve így most el lehet érni ott fönn azt a váltó dekódert is, hogyha esetleg programozni kell, vagy állítani kell a szervókon. Itt a terepasztal alatt még történt egy olyan dolog, hogy mint ahogy látjátok, már csak a Z21-es van ide behelyezve, a rokó erősítőt azt kiszedtem, ugyanis jött egy újabb frissítés a Z21-esre, és megszüntette azt a korábbi kellemetlenséget, ami az árlatérzékenységre vonatkozott, illetve arra, hogy bizonyos régebbi SU dekóderek nem megfelelően működtek vele. Most a szoftver frissítés után leteszteltem, és nem tapasztaltam semmilyen gondot se a régi dekóderekkel, se a zárlat érzékenységével a rendszernek, úgyhogy igazándiból így direktbe van most rákötve. Ez abból a szempontból jó, hogy a Z21-es appal tudok ugye bekapcsolt Railcom mellett oda-vissza CV-ket olvasni, módosítgatni, könnyebb így bekalibrálni, beállítgatni a mozdonyaimat. És akkor egy kicsit beszélnék arról, hogy ugye ez a terepasztal építés, ez ugye hogy áll meg, hogy milyen metódusok szerint dolgozom. Ugye nekem az volt a koncepcióm, hogy ugye a
először egy ilyen nagyjáboli állapot készüljön el, és akkor utána azon lehet szépen finomítgatni, lehet szépen cizellálni rajta, különböző kis apró részeket kialakítani. Ugyanis nekem az a tapasztalatom, hogy egy terepasztal az nem nagyon van kész, tehát mindig van rajta munka, mindig talál az ember olyan dolgokat, amiken lehet javítani, amiket lehet módosítani, jobban megcsinálni, újra megcsinálni, átépíteni, stb. Stb. Úgyhogy ezért én ugye úgy indultam el ezen az egészen, hogy gyakorlatilag legyen meg egy alap kiépítettség, és akkor utána, ahogy az embernek ideje, meg ötlete, meg kedve van hozzá, lehet az ilyen kis apró részeket szépen újra és újra nekifutni, kidolgozni, egy picit szépíteni, módosítani rajta, jobban kidolgozni, átgondolni, hogy akkor mi, hogy merre történjen. Szóval szerintem egy terepasztalon érdemes hagyni magunknak mindig valami olyan dolgot, amit lehet csinálni, amit lehet építeni, mert aztán, hogyha gondoljunk bele, hogyha úgy tényleg véglegesre megcsinálnánk egy ilyen terepasztalt, amire azt mondanánk, hogy fú, hát ezzel már nincs munka, akkor egy olyan problémánk lenne, hogy akkor meg elkezdünk gondolkodni a következőn, egy újabb terepasztalon. Szóval érdemes hagyni neki egy kis időt, érdemes hagyni magunknak időt szerintem terepasztal építéskor, és hát úgy kialakulnak majd a dolgok előbb vagy utóbb. Szépen lassan épül-szépül mindig az embernek a kis mini világa, és ki tud próbálni rajta előbb-utóbb ilyen-olyan kis dolgokat, újabb technikákat, amiket esetleg innen-onnan YouTube-ról, másik modellezőktől elles, és gyakorlatilag egy ilyen folyamatos fejlesztés fog végbe menni az évek során. Egyébként érdemes visszanézni, én is visszaszoktam nézni a korábbi képeimet, videóimat, és akkor így látszik tényleg az, hogy mekkora változások történtek így az elmúlt hónapok, évek alatt is. Jelenleg ugye így áll akkor az asztal. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót. Remélhetőleg a következő nyári update-ben már fent lesz a felső vezeték is, legalábbis egy része itt az állomáson, és akkor úgy tudom majd nektek bemutatni, meg arról is szeretnék készíteni majd egy külön ilyen kis videót. És hát addig is további szép napot és jó modellezést kívánok minden kedves nézőnek. Sziasztok!